Vanessa, beszélhetnék veled? Kérlek, ne menj el! Luisa Fernanda, gyere szerelmem, hagyd őt, egyértelmű, hogy nem akar beszélni. Én csak el akartam neki magyarázni, hogy... Mit? Hogy kibékültünk? Hogy újra jegyesek vagyunk? Már elmondtam neki. Carlos, én jóban akarok lenni Vanessával. Nem, édesem, hallgass meg, nem tehetsz félre engem egy barátnőért. Előbb-utóbb ő is rájön erre. Most beszéljünk rólunk. Nem szeretném, ha bármi tönkretenni a boldogságunkat, életem. Sem az ostobaságok, amiket Jennifer mond neked, vagy ánszól a nekem, semmi, semmi. Miért kell ebbe belekeverned Alfredót? Nem hiszem, hogy ő olyat mondott volna neked, ami Jennifer nekem a házamban. Rendben, ígérd meg egy dolgot. Nem hagyod, hogy ánszól a házadba menjen, amikor egyedül vagy otthon. Ígérd meg. Szóval Luisa Fernandáról akarsz beszélni? Mm-hmm. Szerinted ez a téma mindkettőnket érint? Á, tudom, hogy kedveled Luisa Fernandát. Ne tagadd. Nézd, Jennifer, egyszerűen nem szeretek a személyes ügyeimről tárgyalni. Ó, Alfredo, kérlek, tudom, hogy kedveled, és ez rendben is van. Tudom, hogy meg akarod hódítani, de ehhez először ki kell iktatnod a képből Carlost. Akiből te nagyon szerelmes vagy. Igen. Nos, mindketten pehesek vagyunk, nem? Nem, csak úgy tűnik. Ez egyértelmű. Biztosan tudod már, hogy kibékültek. Igen, tudom, hogy kibékültek, de én nem fogom karba tett kézzel végignézni, ahogy Luisa Fernanda elveszi tőlem életem szerelmét. És neked is tenned kéne valamit, mert ha valaki szeret, minden fegyverét bevetve harcol. És mivel háborúban és szerelemben mindent szabad... Felajánlok neked egy egyességet. Jaj, ne vágj már ilyen képet. Ez számunkra kedvező egyesség. Arra, hogy szétválasszuk őket. Asszonyom, rosszul érzi magát? Oh, kérem. Nem, azt hiszem csak elszédültem. Köszönöm. Rendben szépen. Van, asszonyom. Oh. Nem, igenis rosszul érzi magát, asszonyom. Miben segíthetek? Teljesen biztos vagyok abban, hogyha szövetkezünk, szét tudjuk választani őket. Ráadásul meggyőződésem, hogy ez a szerelem semmire sem vezet, mert Marisa Carlos Eduardo anyja sosem fogja hagyni, hogy a fia, vagyonának egyetlen örököse, elvegye a kertész lányát. Ez semmi pénzért sem fogja hagyni. Ráadásul gondolom nem szeretnéd látni, ahogy Marisa lehetetlenné teszi Luisa életét. Ezek szerint már megvan a szövetségesed, rám nincs is szükséged. Jaj, Alfredo, nem mondd, hogy nem akarod meghódítani Luisa Fernandát. Tudod, Jennifer, én azt akarom, hogy belém szeressen, de mindenféle trükk és szövetkezés nélkül, érted? Az az igazság, hogy nagyon meglepsz. Nem értem, nem tudom felfogni, mit? Hogy egy ilyen szép nő, mint te, ilyen hihetetlenül vonzó, trükkökhöz folyamodik, hogy meghódítsa azt a férfit, akit annyira szeret. Én ezt nem értem. Elveszik életed nőjét, és ilyen passzív a hozzáállásod. Azt mondanám, hogy gyáva vagy. Nevezd, ahogy akarod, Jennifer. De pontosan ezért, mert ő életem szerelme, nem akarok semmi olyat tenni, ami rossz vagy bántó lenne Luisa Fernandának. Ki akarja bántani Luisát? Arról volt szó, hogy vele lehetsz. Elnézést kérek. Ön Jennifer de la Vega kisasszony? Igen, de jelen pillanatban nincs kedvem autogramot osztogatni. Maga Marisa asszony barátnője? Igen. Ő küldött magáért, mert nagyon rosszul van, a mosdóban van. Jobb lenne, ha megnéznék, kérem. Menjünk. Beletartok, menjünk. Valójában meglep, hogy ön ingadozásról beszél, Ordonez ügyvéd úr, mert fogalmam sem volt arról, hogy a cégemnek egyáltalán kölcsönre van szüksége. Nos, azt hittem, hogy a lánya elmondta magának, mert a lánya maga ment el Marisa asszony házába, hogy Montero ügyvéddel tárgyalja meg ezt a témát. Nos, nem akartam idő előtt nyugtalanítani az apámat. Inkább jó hírrel akartam szolgálni neki. Feltételezem, hogy ön fogja ezt ma elmondani. Valójában még nem tudok pozitív választ adni a kölcsönt illetően, mert ez nem tőlem függ.
de Marisa asszony nagyon érdekelt a probléma megoldásában, tekintve az ön és a fia Carlos Eduardo közti nagy barátságot. Nem igaz? Valójában Marisa asszony egy remek hölgy, és szeretném személyesen megköszönni neki a kedves figyelmét ebben az ügyben. Ez a kölcsön a vaskohászat termelésének fejlesztéséhez kell, mint ahogy már korábban is mondtam, apa. Ez esetben én holnap a felügyelőkkel tartok, hogy ellenőrizzék a vasöntődét. Jaj, Carlos, nem értem. Miért vagy ennyire féltékeny a doktorra? Ő csak az apám pszichiátere. Muszáj vele beszélnem és találkoznom. Igen, szerelmem, de nem csak az apád pszichiátere. Tudom, hogy szerelmes is beléd. Ordonez, hogy vagy? Mit csinálsz itt? Teljesítek egy feladatot, amivel Marisa asszony bízott meg egy kölcsönnel kapcsolatban, amit Consuelo asszony kérte a banktól, és ha nem vagyok indiszkrét, Luisa Fernanda, te miért dolgozol itt? Ez nagyon egyszerű, ügyvéd úr. Már nincs, aki eltartson, és ki kell fizetnem a lakbért és az apám ellátását. Persze, amit ön adott a bank nevében, sokat segített, mert ebből fizettem ki a kórházat. Rendben, de az nem lehet véletlen, hogy Fernando úr házában dolgozol. A saját unokája ajánlotta, Vanessa a legjobb. Á, igen. Rendben, viszontlátásra. Viszont szép napot. Viszlát, minden jót. Életem, ha anyagi gondod van, tudod, hogy adok amennyi csak kell. Csak kérned kell. Jaj, Carlos, tudod, hogy nem fogadom el. De térjünk vissza Alfredohoz. Ez ostobaság. Nincs értelme erről beszélgetnünk, drágám. Nagyon jól megvagyunk egymással, ne vitázzunk. Csak féltékenységet tud okozni, hogy a házadba megy. Jaj, szerelmem, ha én is állandóan féltékeny lennék Jennifer miatt, nem lennénk jóban. Ezzel együtt kell élnünk. És a legfontosabb... hogy bízzunk egymásban. Szépségem. Mondd, hogy teljes szívedből szeretsz. Tiszta szívemből szeretlek. Bekísérsz. Megnézem, hogy hogy van Fernando úr. Aztán beszélek Vanessával. Menjünk, jó? Mi történt, Marisa, rosszul vagy? Homályosan láttam, elszédültem és összeroskadtak a lábaim, de azt hiszem sokkal jobban vagyok már. Kicsit lassú a pulzusa, ugye nem ivott semmit? Nem, már egy ideje nem. Ha jobban érzed magad, akkor szerintem az lenne a legjobb, ha kimennénk. Igen, elnézést. Marisa! Nem akarlak megijeszteni, de inkább most azonnal induljunk a kórházba. Igen, rendben. Menjünk. Szerintem már holnap megkapom a gyógyszerei vizsgálatának eredményét, Fernando úr. Már elmondtam Areola doktornak, miért küldtem el őket a laborba. Igen, mert talán ezekben a gyógyszerekben lehet valami, ami másképp hat rám, mint a többi páciensre. Ó, én azt hittem, hogy hazamentél Luisita. Jaj, nem, Fernando úr. Megvártam, amíg megbeszélik a dolgokat. Igen. Nagy kár, hogy a cégnek egyáltalán finanszírozásra van szüksége. Carlos Eduardo, nagyon kedves az anyától, hogy ide küldte Ordonez urat. Kérlek, add át szívélyes üdvözletemet. Hogy és most kérlek, bocsássatok meg, de kissé fáradt vagyok. Megyek, alszom egy kicsit majd, aztán... Vanessa, kérlek, kísérd az apámat a szobájába. Persze, elkísérem. Köszönöm, Vanessa, köszönöm. Köszönöm, kislányom. Remek pár. Remek pár. Köszönöm, Fernando úr. Pihenjen csak. Nos, édesem, ha már engedélyt kaptál, hogy elmenj, hazakísérlek. Mm-hmm. Jó. Senki sem adott engedélyt, hogy elmenjen Carlos Eduardo. Sőt, Luisitának maradnia kell, mert még nagyon sok mindent meg kell beszélnünk. Értem, Consuelo. Rendben, szerelmem, este találkozunk. Ha megbocsát. Nyugodtan. Beszélni akar velem? Igen, persze, hogy beszélek. És sokat, Luisita. Nagyon sokat. Én nem tudtam, hogy visszajöttetek. Nos, elhoztam a ruhádat, és látom, hogy itt vagytok, de miért jöttetek vissza ilyen hamar?
Hát, anyagi gondok miatt, anya. Pontosabban a pénz miatt. A hotel, ahol laktunk, drágább volt, mint az asztékok pódiuma. Igen, Lupe asszony, ha 3 napra maradtunk volna, akkor minden pénzünket elköltjük, és utána csak guporgathatnánk. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de hát ez az igazság. Jó, de akkor miért nem mentetek egy olcsóbb hotelba? Jaj, nem, anya. Elkezdek dolgozni, gyűjtök egy kis pénzt, és egy olyan helyre viszem el Claritát, amelyet megérdemel. Cancunba, Puerto Vallartába, igaz, szerelmem? Jaj, szerelmem. Gyerekek, gyerekek, látjátok? Soha nem kell elhamarkodni a dolgokat. Én megmondtam, hogy előre meg kell tervezni. Lupe asszony, szeretném meghívni hozzánk vacsorára. Szeretnék főzni magának így valamit, és egyúttal beszélgethetnénk is, mert eddig még nem volt rá alkalmunk. Mit szól? Rendben, elfogadom, lányom. Rendben. Nos, számos okom van haragudni rád, Luisa Fernanda. Mert először is emlékeztetlek arra, hogy amikor alkalmaztalak, figyelmeztettelek, hogy ne mesélj az apámnak olyan tragédiákat, amelyek érzelmileg megrázóak számára. Tragédiákat? Igen, emlékszem rá, hogy... Nos, ha emlékszel, magyarázd el! Mit láttam ma délután, amikor megérkeztem? Nem tudom, hogy miről beszél, asszonyom. Jaj! Nos, arról a drámáról, ami közted és az apám közt zajlott. Mert amikor megjöttem, az ölében találtalak sírva, ráadásul elhívtad, hogy látogassa meg a bolondok házát, ahol az apád van. Az apám nem bolondok házában van. És Fernando úr kérte, hogy megismerhesse az apámat. Én sem értem, azt mondta, meg akarja őt ismerni. Neki nincs szüksége arra, hogy látogatóban járjon egy bolondok házába, mert már van elég baja a betegsége miatt. Úgyhogy remélem, most utoljára próbáltad zaklatni az apámat a te szigorúan személyes ügyeiddel. Megértettél? Megértettem, asszonyom. Vanessa, beszélhetnénk egy percet? Semmi beszélni valóm nincs veled, Luisa Fernanda. Semmi. Jól van, akkor elmegyek. Viszlát holnap, asszonyom. Sírni se lássalak. Nem fog látni. Viszlát. Szereti a bolognai szószt, Lupe asszony? Igen, attól függ, hogy van elkészítve, és úgy tűnik, ebben több a hús, mint a paradicsom szósz. Én megszoktam, hogy több a hús. Nem, lányom. Ha jó tésztát akarsz enni, az előírás szerint kell csinálni. Hozd a paradicsom szószt. Igen. Anya, több verziója van ennek a bolognai valaminek, nem? Igen, a bolognai spagettit sokféleképpen készítik, de nem mindegyik változata finom. Így van, vagy nem, Cezár? És csodálkozom rajta, te jó ételeken nőttél fel. Köszönöm, itt lányom. Van. Addig elkészítem a salátát. Lányom, nem mondd, hogy te is olajat teszel a vízbe a tésztához. Micsoda régi módiság, ki tanított téged főzni? A keresztanyám, Rosario. Á, igaz, fatüzelésen, régi receptekkel és módszerekkel. Nézd csak, anya, itt vannak a kenyérszeletek. Azt mondom, hogy csináljunk előttet. Ó, szereted a fokhagymás kenyeret? Igen. Jó, akkor menj a fokhagymáért és a vaért. De jó illat van. Úgy látszik, jókor érkeztem. Lupe, hogy vagy? Jól, Carlos Eduardo. És ti ketten mit kerestek itt? Nos, úgy döntöttünk, hogy a nászutat egy kicsit lerövidítjük. Carlos Eduardo, terítsek önnek velünk a család. Örüljék neki, és közben meghallgatnám, miért döntöttetek a nászút megszakítása mellett. Nem, inkább te meséld el, hogyan békültél ki Luisa Fernandával, jó? Nem. De. Tessék. Anya, nézd csak. Igen, Jennifer, mi történt? Carlos Eduardo, az anyád rosszul lett, és most viszem be a kórházba. Gyere ide most azonnal! Ugye mind elhoztátok a forgatókönyvet? Nem akarok olyan kifogást, hogy elfelejtettem, meg megette a kutya, jó? Minden rendben? Igen, Nico, én az összes szövegemet megtanultam, és remélem, hogy a kövérke is megtanulta már. Elhallgatnál, Gabriella? Lányok, kérlek, jó? Elég nagyobb komolyságot igényelek. Nos, most te olvasod Romeo szövegét, mert Armando nem tud jönni, igen? Nicolás tanár úr, itt vagyok.
Igen, én is megtanultam a szerepemet. Rendben, akkor kezdjük az első jelenettel. Azt mondja, a szép Verona tárul itt elénk, hol két jeles család vetélkedett. Hogy várod el, hogy együtt vacsorázzak ezzel az emberrel, aki megpróbált engem megcsókolni, édesem? Szerelmem, szerelmem, kérlek. Nem kontrirásszal mész vacsorázni. Engem kísérsz el életem, érted? Minden esetre rosszul érezném magam egy asztalnál ezzel a fölényeskedő, kibírhatatlan emberrel. Ó, szerelmem, szerelmem, nézd, hallgass meg, hallgass meg. Tudom, hogy tetszel Contreras képviselőnek, mint ahogy sok más férfinak is, akik levetkőztetnek a tekintetükkel, amikor velem vagy. Ez kettős érzést kelt bennem, tudod? Ez a kettős érzés a düh és a büszkeség, mert ilyen szép nő van mellettem, érted? És nagyon intelligens. Ó, nem, semmi esetre sem szerelmem. A gondolat is, hogy tetszem ennek az ügyvédnek, ez... Képviselő, rendben, képviselő vagy akármi. Megfájdult tőle a gyomrom. Esküszöm, szerelmem nem tetszik. Nézd, ha nem lennék biztos benned, szerelmem, sosem kérnék ilyet tőled, hogy elkísérj. Contrerast az első lépcsőfoknak fogom használni, hogy be tudjak kerülni a politikai és üzleti életbe, szerelmem. Ezért kell, igen. Minden törvényesen és átláthatóan zajlik, kicsim. Jó, és nekem mit kell majd tennem? Hogy mit? Segítesz, hogy az üzleti megbeszéléseim Contrerasszal nyugodtabbak és kellemesebbek legyenek. Én mindig ott leszek veled, szerelmem. Te csak szépen mosolyogsz, és mindenre azt mondod, igen, 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 igen. Ez több, mint elégséges, kicsim. Lássuk, lássuk, mondd csak. Igen, igen, igen. Lássuk, mondd, igen, 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 igen. Látod, ez az. Az apámnak nincs szüksége arra, hogy látogatóba járjon egy bolondok házába, mert már van elég baja a betegsége miatt. Micsoda megkeseredett nő. Úgy tűnt, hogy még élvezi is, hogy lebolondozza az apámat. Nem, nem, nem bocsátom meg ezt a boldogtalanságot. Nem érdekel, mit akarsz. Megtiltom, hogy ezzel a nyomorulttal légy. Papa, én sosem okoztam neked csalódást, de nem hagyom előtt. Szeretem, papa. És az emberek tévednek. Carlos hibázott, mert ő is ember. Te még sosem hibáztál. Ne hozz ki a sodromból, Luisa Fernanda, ne hozz ki. Csak azért, mert bezárattál. Azt hiszed, parancsolhatsz. Tisztelj engem. Ne kezelj úgy, mint az anyát. Papa, én soha nem akartalak megbántani. Én téged szeretlek a legjobban. Te vagy nekem a legfontosabb. Tisztellek. De kérlek, ne rajtam állj bosszút mindazért, amit az anyám veled tett! Elhallgass! Jaj, mama. Miért kellett meghalnod? A halálod megváltoztatta az életünket. Nem, anya, ezt nem hagyom! Luisa Fernanda, csak hogy tudd meg végre! Pedro nem az igazi apád! Mástól estem teherbe! Nem attól a szerencsétlen Pedrótól! Nem. Ez nem lehet, ez csak dühből mondod nekem. Pedro, Pedro az én apám! Anya, kérlek, mondd, hogy ez nem igaz! Kérlek! Mi lehet benne?
Bravo. Jennifer! Szia! Mi történt az anyámmal? Nem tudom megmondani. Egyszerűen csak rosszul lett a mosdóban. Összecsuklott, mintha elszédült volna. Minden esetre nem tudott lábra állni, és ezért úgy döntöttünk, behozzuk ide. És hol van most? A sürgősségén Alfredo Anzola vizsgálja. Alfredo Anzola. Igen. Az anyám rosszul lett, és Alfredóval van a sürgősség. Igen, hívtalak a mobilodon, de nem vetted fel. De hát semmit sem értek, Jennifer. Miért van az anyám Alfredóval? Miért a pszichiáter vizsgálja? Mert ugyanabban az étteremben voltunk, Carlos. Ott találkoztunk Alfredóval véletlenül, és hála Istennek, mert amikor szólt a takarítónő, hogy Marisa rosszul lett, ő vizsgálta meg. Rendben, jól van, de már semmi dolga az anyámmal. Ő pszichiáter, nem belgyógyász. Igaz, hogy nem belgyógyász, de ő is orvos. És igazán hálás vagyok neki, mert én nem tudtam volna, mit csináljak. Én nem tudom, mit tettem volna az étteremben, ha nincs ott. Majd meghaltam az ijegységtől. Szerintem ez a pillanat nem alkalmas egy féltékenységi jelenethez. Rendben van. Megyek, megnézem az anyámat. Lányom. De jól látlak. Mondd csak, hogy vagy. Nagyon jól, az úr áldjon meg téged. És te hogy vagy? Néhány napja semmit sem tudok rólad. Hát igen, nénikém. Bizonyos dolgok jól mennek, mások nem. Jaj, ne, Luisa Fernanda. Gyere, kérlek, mondd el, jó? Kibékültem, Carlos. Lányom, mennyire örülök. Ez a legjobb, ami történhetett. Én megmondtam neked. Carlos Eduardo nagyon szerelmes beléd, és tudom, hogy te is ő belé. Biztos vagyok benne, hogy okosan döntöttél. Ha? Ez volt a legjobb döntés, amit hozhattál, hogy megbocsátottál, hiszen szerelemből tetted. Jaj. Hát igen, nénikém, én megbocsátottam. De az apám nem. Hogy az apád nem? Már tudja? Tudja, elmondtam neki, nem akartam becsapni. Ha tudnád, milyen ideges lett, teljesen feldühödött. Még meg is pofozott. Jaj, lányom, ez szörnyű lehetett, az apád még sosem ütött meg téged. Vanessa, mi történik közted és Luisa Fernanda közt? Már nem vagytok annyira jobban, mint régen. Vagyis tudom, azt akartad, hogy kirúgjam, mert elcsábított a Carlos Eduardo, de mivel nem próbálkoztál többet, azt hittem, már kibékültetek. Kétség kívül ma szinte elemésztetted magadat. Consuelo, nem akarok erről beszélni. Jaj, kislányom. Valakinek ki kell öntened a szíved. Nos, ha összevesztél a legjobb barátnőddel, és mivel sajnálatos módon nincs anyád, aki meghallgasson és tanácsot adjon. Itt vagyok én, a mostoha anyád. Kész vagyok meghallgatni téged, Vanessa. Mi a baj? Ugyanabban a helyzetben vagy Carlos Eduardo miatt, igaz? Luisa Fernanda tökéletesen tudta. Az első perctől kezdve, hogy megláttam Carlos Eduardót, beleszerettem. És azt hittem, hogy ő is belém szeretett, de nem. Úgy tűnik, Luisa Fernanda és ő együtt járnak, de ezt eltitkolták előlem. Ezért, amikor megtudtam, mérges lettem, és meggyűlöltem Luisa Fernandát, mert ő a barátnőm volt, a legjobb barátnő. Minden okod megvan a haragra. Ha annyira jó barátnők lennétek, jóvá kellett volna tennie a hibáját.
Ha mérges vagy rá, teljes mértékben igazat adok neked. Az ilyen dolgokat nem lehet megbocsátani. Már majdnem megbocsátottam neki. Azt mondta, beszéljünk, és nem éri meg, hogy egy férfiért veszekedjünk. Olyan képmutató. Igen, valóban nagyon képmutató ember, hiszen itt romantikázott Carlos Eduardoval. Ráadásul a szemed előtt. Aj, Vanessa. Ez az, ami fáj. Ez az, ami igazán fáj, és most mind a ketten becsaptak engem. Ne hagyd magad, Vanessa. Ne hagyd, hogy elhitessék veled, hogy ostoba vagy, és hogy kigunyolhatnak. Luisa Fernanda bebizonyította, hogy nem a barátod, és Carlos Eduardo sem az. Éppen ellenkezőleg. Ilyen barátok mellett nincs szükséged ellenségekre. Nem kell más tenned, mint hogy bosszút állj, Vanessa. Jaj, Vanessa, az ellenségnek nem adhatsz menedéket. Fiam, az orvos azt mondta, hogy tomográfiára fog küldeni. Ez a vizsgálat nem arra való, hogy lássák, hogy vannak eltérések az agyban. Nagyon megijedtem. Jaj, nyugalom, ne aggódj. A tomográfiát sok más dolog kiszűrésére is alkalmazzák. Ez csak egy szükséges eljárás. Ha valaki elájul, vagy úgy jár, mint... Carlos Eduardo, nem akarom, hogy becsapj. Ha van valami baj, azt akarom, hogy elmond. Asszonyom, ne idegeskedjen, ez nem vezet a tesztek sikeres eredményéhez. Ráadásul Carlos Eduardónak igaza van, ez csak egy egyszerű rutinvizsgálat. Persze, anya, ráadásul én veled maradok. Nyugodj meg. Elnézést. Ne hagyd magamra, fiam. Nem, anya. Köszönöm, doktor. Köszönöm, Alfredo, hogy segítettél anyámnak. Jó estét, Contreras képviselő úr. Remélem, nem várattuk meg. Nem, egyáltalán nem, ügyvéd úr. És ha láthatok egy ilyen gyönyörű nőt, akár egész este várok. Isten hozta Andreina. Jó estét, képviselő úr. Köszönöm szépen. És mondja, képviselő úr, hogy mennek a dolgok? Van információ a befektetésről? Megy minden, mint a karikacsapás, ügyvéd úr, és hála az ön nyilatkozatának, az ügyészség megtisztelt az elnökléssel, és egy szilárdabb területen és kedvezőbb mintával dolgozhatok. Ezért is hívtam meg ünnepelni önt és Andreinát. Andreina, megkínálhatom pezsgővel? Nos, nem igazán szeretem ezt az italt, de ilyen különleges ünnep alkalmából elfogadom. Ön mondta, szépségem, nagyon, nagyon különleges. Contreras képviselő, emlékszik, hogy azt mondta, a tanácsadóként szüksége lenne a szolgáltatásaimra. Szeretném tudni, hogy érvényes-e még. Természetesen, ügyvéd úr, továbbra is érvényes. Tökéletes. Jó estét. Hozzon egy üveg pezsgőt a hölgynek, és két viszkit nekünk, kérem. Nos, örülök, hogy ezt hallhatom, képviselő úr. És hogy lássa, bízom önben... Itt van egy kis felajánlás, csak egy kis csekélység. Ügyvéd úr, vegye el, ez az öné. És amikor rájött, hogy mit tett, elkezdett zokogni. Még sosem láttam ilyennek, nagyon megijesztett. Szerencse, hogy bejött Alfredo, és kézbe vette az ügyet, én azt sem tudtam, mit tegyek. Úgy sajnállak. Biztosan nagyon nehéz lehetett neked, igaz? Igen, nagyon nehéz volt. Még sosem láttam ilyennek az apámat. Jaj, néniki. Remélem, rendbe jön. Jaj, Luisa Fernanda, én nem akarlak elkeseríteni, de az az érzésem, hogy Pedro rosszabbul van, mint gondoltuk. Alfredo is ezt mondta. Többféle vizsgálatot is el akar rajta végezni, hogy esetleg kizárja a skizofréniát. Nem tudom, nénikém, nagyon aggódom. Bíznunk kell, lányom. Kérjük az Istent, hogy az apád minél hamarabb túljusson ezen. Ki lehet az ilyenkor? Nem tudom. Szia, Luisa Fernanda. Jó estét, nővér.
Jó estét, doktor úr. Ne haragudj, hogy most nem hívlak be, de már egy kicsit késő van. Igen, Luisa Fernanda, megértem, de beszélnünk kell az apádról. Súlyos az ügy. Hát mi történt? Ki hívta fel Carlos Eduardot, hogy elmondja, az anyja nem érzi Jennifer jól magát? Jennifer kisasszony volt, mert vele volt Marissa asszony, amikor rosszul lett. Igen, szólt Carlos Eduardónak, hogy menjen be a kórházba, mert ő már ott várja. Jó, de miért? Mi baja lehet az asszonyomnak, Istenem? Carlos Eduardo már telefonálhatna. Jaj, nyugodjon meg, Rosario asszony. Semmi komoly baj nem lehet, mert a rossz hírek gyorsan terjednek. Ráadásul abban egyeztek meg Carlossal, hogy felhívja, ha van valami baja az anyjának. Nyugodjon meg, kérem, nem lesz semmi. De hát még nem telefonált, asszonyom. Clarita, hív fel Carlost. Jó. Mi történt, Marissa asszony? Jaj, ügyvéd úr, de jó, hogy megjött. Mi itt már annyira aggódtunk. Marissa asszony elment egy étterembe ebédelni, amikor hirtelen rosszul lett, és bevitték egy kórházba, oda, ahol Carlos Eduardo is dolgozik. Carlos Eduardo nem veszi fel a mobilját. Biztosan az anyjáról gondoskodik. Nos, a legjobb lesz, ha bemegyek a kórházba, hogy megtudjam, mi történt valójában. Bocsánat. Várjon, magával tartok. Clarita, kérlek, add ide a táskámat. Ne aggódjon, azonnal értesítem, ha a kórházba értem, jó? Köszönöm. Keresztanyja, nyugodj meg, kérlek. Igen, az igaz, hogy hihetetlenül haragszom Luisa Fernandára, de nem vagyok képes ártani neki. Nem vagyok az a típusú ember. Jaj, te nagyon kedves lány vagy, de ne légy buta, Vanessita. Ha olyasmiért harcolsz, amit szeretnél, ne hitegesd magad reményekkel és ostobaságokkal. Állj ki magadért! Csak arra az egyre gondolj, milyen csúnyán viselkedtek veled. Kinyitom, biztosan Lucero az. Jaj, ez a lány. Szia, Lucero. Tudtam, szia, hogy te vagy az. Jól. Consuelo, mi az ebédlőbe megyünk, mert sok dolgunk van még. Jó estét. Hogy vagy, lányom? Rigoberta, csak hogy tudd. Már leszittam Luisitát azért az ötletért, hogy elvigye az apámat a bolondok házába diliseket látni. Már csak ez hiányzik szegény öregnek, hogy kizökkentsék az egyensúlyából. Azt viszont egyáltalán nem értem. Hogy tudtál nyugodtan végighallgatni ennyi ostobaságot? Először is, mivel nem keresek a kákán is csomót, mert egyenes, nem gondoltam erre, és másodszor, mivel semmi rosszat nem látok abban, hogy Fernando úr segíteni akar Luisának, nem tartom rossz ötletnek, hogy meg akarja látogatni az apját. Ostoba. Carlos Eduardo, hogy van az anyád? Már nyugodtabb, Jennifer. Elintéztem, hogy átvigyék egy másik szobába, ahol megvárhatjuk a vizsgálatok eredményeit. És ugye alaposan kivizsgálják. Igen, Jennifer, nyugodj meg, minden rendben lesz. Jó van. Ki kell zárnunk, hogy agyi problémája van, és hogy baj van a mozgás koordinációjával. Jaj, nagyon aggódom az anyámért. Ő mindig olyan egészséges nő volt, soha az életben nem betegedett meg, soha nem volt semmi baja, nem értem, mi lehet. Figyelj, nyugodj meg, jó? Biztos vagyok benne, hogy semmi komoly. Ez sok, Carlos Eduardo, nem akarlak ilyennek látni. Biztos vagyok benne, hogy az anyádnak semmi baja, úgyhogy nyugodjunk meg, jó? Jennifer, hidd el, hogy szeretnék olyan nyugodt lenni, mint te, de amíg a tomográf nem mutatja, hogy nincs gond, addig nem nyugszom meg. Hát, én megértem az aggodalmat. És szeretném elmondani neked, hogy veled vagyok, és nem hagylak magadra. Legalábbis, amíg meg nem tudjuk, hogy az anyád jól van-e. Köszönöm, Jennifer, de nézd, már késő van. Miért nem mész pihenni, és ha bármi van, értesítelek. Jaj, Carlos Eduardo, úgy tűnik nem ismersz. Nézd, én úgy szeretem Marissát, mintha az anyám lenne, és nem hagylak egyedül ezekben a percekben. Sőt, mi több, nem mozdulok innen, még meg nem tudjuk a vizsgálat eredményét. És milyen volt a próbád?
Szörnyű, Vanessa. Életem legnagyobb csalódása volt. De hát miért? Nem vagy elégedett? A műszereplője vagy. Nem, nem ezért. Attól függetlenül, hogy Carol jelenetet rendezett Armandónak. Igen. Nos, a próbán együtt ölelkezve jelentek meg, mintha semmi sem történt volna. Azt hittem, nem békül neki többé. Ez semmi ahhoz képest, ami velem történt. Mi történt? Emlékszel, mondtam, hogy Carlos Eduardo azt mondta, nem érdekli többé Luisa Fernanda. Igen, igen, és utána elmondtad, hogy kibékültek meg minden. Igen, nagyon jóban vannak. Sőt, amikor hazajöttem az egyetemről, itt találtam őket a kertben csókolózni és ölelkezni. Jaj, Vanessa. Ez az, ami fáj. Hogy el kell viselnem a csókjaikat az én házamban. Az aggaszt a legjobban, hogy Pedro azt mondta egy ideje, hogy a nagyapja a Xochi Milkóban virágokat árult, és ő volt az, aki bevezette a kertészkedésbe. Igen, ő volt Rogelio nagyapa, aki szintén kertész volt, mint az apád. De azt mondta, hogy önök árvák voltak, és sosem ismerték a szüleiket. Hogyan? Nem értem, Pedro vajon miért mondott ilyet? Én sem. Éppen emiatt jöttem Joaquin a nővér. Pedro hazudik valamiért. Meg kell tudnom az igazságot, ez megoldhatna a rejtélyeket. Semmit sem értek. Az apám sosem beszélt a nagyapjáról. Sőt, ellenkezőleg azt mondta, hogy nem is volt családja. Hogy te meg ő kiskorotoktól árvák vagytok. Ugyanezt mondta neked is, nem? Igen. De hát ez nem igaz. Mi ismertük a szüleinket és a nagyapánkat. Ő is kertész volt. Pedro tőle tanult meg mindent a növényekről. De hát miért? Miért mondta, hogy árva? Én ezt nem értem. Neked is ezt mondta, ugye? Igen, így van. Nem tudom. Nem értem, miért mondta ezt. Az anyád nem sokkal Rogelio nagyapa után halt meg. Én éppen akkoriban voltam növendék az iskolában. És nem sokkal később felvettem az apáca ruhát. És mivel Pedro megtanulta nagyapánktól a kertészkedést, ő magával vitte egy nagyon gazdag család házába. Ott ismerte meg az anyádat, és beleszeretett. Jaj, doktor úr, mi baja az öcsémnek? Lemegyek egy kávéért. Kérsz valamit? Nem, köszönöm szépen, nem. Jól van. Carlos Eduardo, mi baja az anyádnak? Még nem tudom, Orton, ez a tomográfia eredményére várunk, amit elvégeztek rajta. Jó estét. Jó estét. Megvannak már az anyám tomográfiai eredményei? Pont erről akarunk beszélni veled, Carlos Eduardo. De négy szem közt. Mindnyájan tudjuk, hogy bennünket, politikusokat az ördöghöz hasonlítanak, és a nemzet minden bajáért minket hibáztatnak. Megbocsásson, képviselő úr, de azt gondolom, igazuk van néhány dologban. Bár mások nem így gondolják, engem lenyűgöz, ha a nők beleszólnak a politikába. Nem tagadom, kisasszony, hogy sokszor igazuk van azoknak, akik minket hibáztatnak az ország helyzete miatt, de nem tehetünk az esőkről, a folyók áradásáról, a hurrikánokról és a természet megannyi csapásáról. Nos, aki beleszól a politikába, tudnia kell, mi van a tűzvonalban, képviselő úr. A tűz itt sokkal sűrűbb és erősebb. Kár, hogy nem hallottuk Arisztotelészt, amikor azt mondta, a politika kell legyen az ember első és legfenköltebb tevékenysége. Nagyon jó, Luis Alejandro. Gratulálok a tanácsadómnak. Nos, ha megbocsátanak, ezután az emlékezetes mondat után ki kell mennem a mosdóba, elnézést. Nyugodtan, ügyvéd úr. Ha jól látom, a főnökére komoly hatással van az ital. Még Arisztotelészt is idézett? Nincs kedve elmenni egy más helyre? Egy kicsit diszkrétebb, intimebb helyre talán? Nem, nem. Nos, én Luis Alejandroval jöttem, képviselő úr, kérem. Ne aggódj, meg fogja érteni. Nagyon aggódom azért, amit Pedro mondott, doktor úr. Az öcsém rosszabbul van, mint gondoltuk, igaz? Nem, nem erről van szó, Joaquin a nővér.
Pedro a kezelés alatt súlyos depresszióba esett, de mindent megteszek érte. De azok, akik skizofréniában szenvednek, kitalálhatnak más személyeket, hirtelen tetteket, a valóság eltorzítását, sok dolgot. Ezért vizsgáljuk meg holnap, hogy lássuk, Pedro betegsége merre halad pontosan. De mi köze van a családunknak az öcsém betegségéhez, doktor úr? Nos, ezek a betegségek a legtöbbször örökletesek, és szerettem volna megtudni, hogy volt-e a családban skizofrén, mániás, depressziós vagy hasonló beteg. Emlékszik ilyesmire? Nos, nem, doktor úr. Hirtelen nem emlékszem, de... Mi a baj, Luisa Fernanda? Szeretnéd, ha elmennék? Nem erről van szó, csak Carlost várom. Nos, nem hiszem, hogy Carlos Eduardo el tud jönni. A kórházban maradt az anyja mellett. Kérem, árulják el végre, hogy mit találtak a tomográfián, amit az anyámon végeztek. Nagyon aggódunk, Carlos Eduardo. Az eredmény egyáltalán nem biztató. Mi baja van? A tomográfián kívül még egy vizsgálatot elvégeztünk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy édesanyád izomsorvadásban szenved.